Októberben 21,1% volt az infláció éves összehasonlításban a KSH szerint. Ilyen magas inflációt 1996. szeptemberében láthattunk utoljára Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy akkor éppen csökkenő trendben volt. A várakozások szerint most azonban még emelkedni fog a pénzromlás mértéke. 12 hónap alatt a háztartási energia 64,4%-kal drágult, az élelmiszerek ára 40%-kal emelkedett. A tojás és a kenyér több mint 80%-kal drágult, a tejtermékek, a sajt, a vaj és a vajkrém több mint 70%-kal, a száraz tészta, a margarin, a péksütemények és az édesipari lisztesáru pedig több mint 50%-kal kerül most többe. A kormány szerint a drágulás mögött az Oroszország elleni szankciók állnak, míg a DK úgy látja, az Orbán rendszer 12 év alatt tette tönkre a forintot. Hát kérdés, hogyha minden a szankciók miatt van, akkor vajon mit segít most ezen ez a két újabb ásapkás termék? Majd az Oltán a Költségvetési Bizottság elnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Illetve, hogy most akkor melyik adatnak higgyünk, 45 vagy 54% az élelmiszer infláció az elmúlt időszakban, mert itt két különböző adatot kaptunk a G7-től, illetve az MNB-től. Igen, tehát az a lényeg, hogy magas, ugye a hivatalos az is 40% körül, és én is olvastam, hogy itt azért különbség van az adatok között. Tudom, hogy van egy cég is, illetve van egy újság, amelyik saját maga csinált felmérés, és ott egy-két más problémákat is látott egyébként, mint hogyha trükköznének az árakkal a kereskedők, és szerintem ez is egy fontos probléma. De visszatérve az inflációra, hát akkor ebben lényegben világrekordre, de Európa rekordre biztosan vagyunk az átlagos inflációval, de ami a még fájóbb, az élelmiszereknek az inflációja egészen dráma. És amikor a kormány arról beszél, nem tudom máshogy mondani, hazug módon, hogy ők mondják, ez az elhibázott brüsszeli szankcióknak az eredménye, hát ez legalább kétféleképpen tényszerű lehet cáfolni. Az egyik az, hogy maga az infláció, az bőven már a háború előtt elindult. Ugye már tavaly ősszel is vezettek be ilyen, hát ők ársapkának hívják, szerintem beszéljünk, ami ez valójában, ezek hatósági árak, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy létező közgazdasági kifejezés. Tehát ez ilyen hatósági árakat, hogy már bőven a háború előtt bevezették, hát ez önmagában már bevallása annak, hogy független ez a háborútól. A másik pedig, hogy olyan országok, amelyek határosak ugyanúgy akár Ukrajnával a háborús övezettel, alacsonyabb az élelmiszerinfláció, mint Magyarországon. Tehát ez az állítás, hogy ez megint tőlük független, ez biztosan téves, ez a kormánynak a hibája, és a kormánynak lenne megoldása is rá, bár nem teszik. Eléggé komoly mérvadó közgazdás. Pecsnik Mária Zita nyilatkozta a minap azt, illetve írt elő egy cikket, hogy az ársapkás termékek számának gyarapodásától nem fog csökken az infláció. A kormány ezzel szemben most azt mondja, hogy 1-2 tized százalékot várnak a két legújabb termékkel kapcsolatosan, de hát tudjuk, hogy ha számított módon is, vagy a KS adatok alapján esetleg ez kimutató is az eredménye, összességében valóban úgy van, hogy mondja, hogy a boltok úgy is beárazzák más termékekben, tehát nem biztos, hogy ez a fogyasztók számára érzékelhető. Ez összességében egy, és ez a említett G7 ugye 42 termékből álló állandó lista alapján vásárolom most már 3 éve, és azt pedig egyértelműen kimutatja ezt a több mint 50%-os összárnövekedést, tehát egy-egy terméket külön nem vizsgálva, hanem összességében a vásárolói fogyasztói kosarat. Tehát a kérdésem röviden, tehát az, hogy most akkor hat-e az inflációra, tud-e ez jelentős mértékben visszafogni az ilyenfajta ársapkás termékek körének bővítése, akár vagy sem? A kormány abban speciál igazat mond, amit tegnap mondott a miniszter, hogy az infláció lényegében nem hat, valóban ilyen 10%-os eredménye lehet. Önmagában az, hogy bizonyos termékekre, mondom, hogy kutyák, hogy ársapka, ez ilyen cuki kifejezés, szerintem ezt hatóságárnak kell hívni, és ezzel semmi probléma nincsen. Azt akarom csak mondani, hogy ennek van egy közgazdasági kifejezése. A kapitalizmus szellemétől és alapelvétől ez merőben. Egy óvatosan vitatkozhatok, tehát szerintem egy működő, jól működő piacgazdaságban is bizonyos termékekre, bizonyos időszakokban jól bevezetve és kompenzálva természetesen azt, akit ez érint, be lehet vezetni a hatóságárat. Tehát nekem én ugye a piacgazdaságnak a híve vagyok, önmagában problémám nincsen, azzal, hogy most kiterjesztették két további termékre, és akkor a gyerekem mondta, tegnap akkor a tócsnit most akkor olcsóban lehet akkor elkészíteni, de ha már mondjuk tejfölt vagy sajtot tennénk rá, mert mi úgy szeretjük, akkor az már drága, mert a tejtermékekre viszont nincs. És a kettő együtt ilyen. Például nem biztos, hogy akkor így olcsóbb lesz, mint eddig volt, így mert van, hogy pontosan. A tejfő meg drágább. És így van. És az pedig egy önleleplező mondata volt Gulyás Gergelynek tegnap a tájékoztató, amikor arról beszélt, hogy a kisboltoknak ők majd valami támogatást fognak adni, mert
mert ő úgy mondta, hogy mert a kisboltok nem tudják áthárítani más termékekre ennek az áremelkedését. Hát akkor fejezve a mondatot, ezek szerint ők is látják azt, hogy a nagyboltok pedig mindenféle probléma nélkül áthárítják. Lehet, hogy a tojás most akkor visszamegy bőven 100 forint alá, meg a krumpli is mondjuk, vagy a burgonya, hogy szebben mondjam, 10%-kal olcsóbb lesz, de akkor majd a sajt, a tejtermék pedig drágább lesz. Ez egy probléma. A kormánynak lenne lehetősége megoldani ezt, és akkor meg is mondom, hogy szerintem mit kéne nekik tenniük, mert ugyanúgy szépen tegnap jelentette be nagyon büszkén Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy milyen fantasztikusan stabil a költségvetés, és megint 100 milliárdos többlet van ebben az előző hónapban a költségvetésben. Összességében az áfa bevétel a magas infláció miatt, egy zárójeles mondatot hagy mondjak, az infláció azt szoktuk mondani, hogy a szegény embereknek az adója. Hát ez tipikusan az most. A magasabb áfa bevételből jóval több mint 1000 milliárdos többletbevétele van eddig már a költségvetésnek. Az 1000 milliárd az 1 millió millió forinttal több bevétele van már a költségvetésnek. Hát ebből simán telne arra, hogy mondjuk az alapvető élelmiszereknek az áfáját lenullázzuk. Ez egyik dolog. A másik, ha még mondhatok egy másikat, hogy bevezették a kiskereskedői különadót is, amely szintén egy ilyen forgalomadónak tekintető, mert azt is a kereskedők egy az egybe áthárítják az emberekre. Ez két olyan intézkedés, amit minden további nélkül bevezethetne a kormány, és van is mozgást a költségvetésben, ők maguk mondják, hogy megtehetnék, ehelyett pedig ilyen intézkedés féleségeket tesznek csak. Ugye mondta, hogy az infláció a kis emberek adója, és a kisboltok problémáiról beszélt elsősorban, ugye, ami az ársapkát ők nem annyira érzik majd meg, pontosan megérzik, de negatív módon. És mi a helyzet a kis benzinkutakkal, amelyeknek képviselő, ugye épp a napokban mondta, hogy 100 milliárdos kiesésük van már eddig, és a jó részük még a mai napig nem kapta meg a nyáron megígért hát támogatást. Igen, ugye van egy csúnya kifejezés, ezt megpróbálom szebben fogalmazni, hogy mondjuk más kezével szedjük a csalánt, azt hiszem ez így akkor, ez így képernyőképes lett így a kifejezés. Itt is talán ezt teszi a kormány, akár a benzinkutakkal, akár pedig amikor ilyen ársapkákat vezet be és nem kompenzálja. A kormánynak ezek olyan intézkedések, ami nekik nem okoz, tehát bevételkiesés nem okoz, pedig mondom, lehetne ezt megtenni, az áfát lehetne csökkenteni, az energiahordozókra is lehetne csökkenteni az áfát, és már is beljebb lennénk, és mozgástér pedig megvan, mert az infláción nyerészkedik a kormány. És amikor arról beszél még egy miniszter, a másik miniszter, Nagy Márton nevű miniszter, hogy ő még azt látja, hogy még tovább emelkedhet az infláció, ez pedig biztos, hogy buta mondat egy felelős döntéshozótól, mert nem szabad ezt fűteni, ezt a helyzetet. Ugye azt mondja a kormány, Ujjás Gergely konkrétan, a szankciók miatt ilyen magas az infláció. Ezt ugye ön is részben cáfolja. Másrészt a tények azt mutatják, hogy bizonyos termékekre vagy a javarészére még nem is lépett életbe, ugye csak ez egy bejelentett valami, de igazándiból nagy bajok, azt mondják, hogy majd a tél vége fele február környékén lehet, amikor részben a készletek kezdenek kifogyni, valószínűleg a világpiaci árak is ennek megfelelően tovább emelkednek majd, illetve hát egyéb ezzel a dologgal összefüggésben levő negatív hatások is belépnek. Nem szeretnénk túl rossz híreket még tovább sorolni, de mit gondol, mit vizionál ön előre? Ezt a bizonyos 25%-ot is elérhetőnek tartja, vagy maradunk majd 20% körül, és tényleg reális, hogy jövőre akár egy számjegyű legyen az infláció? Én szeretnék okosabb lenni, mint a miniszter, aki úgy érzi, hogy ő jóslatokba bocsátkozta, szerintem ez felelőtlenség. Ő azt mondta, hogy még romlani fog ez. Én ennél óvatosabb lennék, és nem mennék ilyen jóslatokba bocsátkozni, de még egy témát idehoznék. A gyengülő forint az bizony mindnyájunknak nehéz. Amikor a miniszterelnök arról beszél, hogy nem számít a forint árfolyama, mert a devizadósokat kivezették, ez önmaga persze üdvözlendő, de minden olyan termék, amit importálunk, és Magyarország bár egy nagyon jó agrárgazdasága van, de azért nagyon sok terméket, agrárterméket és élelmiszereket importálunk. Hát elég szomorú, hogy ha a krumplit is Franciaországból kell behozni, nem vicc egy mezőgazdasági országban? Így van, és akkor, hogyha azt euróért veszük, és az euró árfolyam romlik, akkor pedig egyre drágább lesz. Most éppen, mint hogyha stabilizálódott volna valamennyire a forint euró árfolyam, már mondom, szeretnék egy olyan világba élni, ahol nem minden nap ezzel kell kelni, hogy ezt nézzük, ahogyan gyengül a forint, bizony drágábbak lesznek az élmiszek, és minden más, és ez is beépül az inflációba, ez pedig a hiteltelen politikának az eredménye. És olyan világban nem szeretne élni, olyan országban, ahol euró a hivatalos fizetőeszköz? Mit gondolnak a realitásáról? Mennyiben oldaná ez meg a problémát? Köszönöm, hogy ezt kérdezi, a kampányban is arról beszéltem, hogy elvesztegedett évtized van mögöttünk, és azóta is arról beszélek, hogy ennek az Orbán kormánynak nagyon sok számomra megbocsáthatatlan bűne van, amit az elmúlt
egy évtizedbe tett. Ezek közül az egyik, ami kiemelt az én fejemben, az, hogy az euró bevezetésről még nem is beszéltek az elmúlt évtizedben, amikor sokkal könnyebb gazdasági helyzetben lehetett volna bevezetni. Horvát szomszédaink január 1-től euróra fognak fizetni. Én azt most készségesen ismerem, hogy most nagyon nehéz erről beszélni, mert egy nagyon nehéz gazdasági helyzet van, na de elvesztegettem. Hát más országokban is ez van. Így van, csak hogy hamarabb indultak el azon az úton, tehát ezért tudja bevezetni. Egy olyan elvesztegett évtized van, amelynek az egyik példája pont az euróbevezetésnek az elmaradása. Majd Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem.